arca, bebífelték ettem, mint a szarunkat. De miért bífelt be? Kíváncsi vagyok. Azért, mert te meg bebífelted a fiát. Dehogy bífeltem be. Na nézzük meg, Papca, hogy bífelt be inkább. Felhívom Papcát, hogy egyeztessünk, azt mondja a bátya. Hú, fehér jaguár. Kint áll, érte? Nem értettem, hogy miért énekli ezt. De aztán megmondta, hogy kicsit bebífelt. Kíváncsi vagyok, nézzük. Jó reggelt kívánok, indul a Silló Bendek család, Párizsba. Természetesen el vagyunk késve. Párizs. Nem feltétlen. És még egy bőröndöt. És még egy bőröndöt? Hát azt már nem tudjuk hova betenni, kislányom. De most komolyan? Persze, nem hagyjuk itt. De hány bőröndel érkeztél? Egyet. És nem még nem egyet, amit miattad föl kell még adjunk. Gerszolék már hülyét kapnak, már 10 perc késésbe vagyunk. De nem miattam. De miattad, kicsikém? Nem miattam, valami nem kell. Ezek, nem tudom. Aj, lányoknak annyi mindent kell pakolni ilyen utazásokra. Na gyere, menjünk, siessünk. Halál. Elindult a felszállási ceremónia. Mindjárt a levegőbe emelkedünk. Gyere, Párizs, érkezik. Jó az. De én falfehér vagyok rajtad, van szint, de most én beszámítom. Hátra jöttem. Hát igen. De most itt olyan csak úgy létezik. Most repülünk el az M0-ás fölött. Szia, cicás, mészás. Ryanair. Ők is fapadosan vannak. De kinek köszönöm. És a landolás pillanata. Hoppácska. Azt hittem, hogy komolyabb business class intézett azért a Papca. Fapados. Hát figyelj, azt mondta, üzletelni mennek Párizsba. Azért business class. Azért business class. Hogyne tesszük. Hát figyelj, most azért kivinni, hányan mentek? 4-en szerintem. Geri a barátnője, ki gyerek. Csak a család Mamca. 4. 6-an. Nem, a Mamca is ment, nem? Azért 6. Az 4, Geri a barátnője, 6. Ennyi. Hát ez meg volt. Jöhet a tapsikálás. Vagy ez most már nem direkt? Aha! Ezek most Papca szemén keresztül látjuk ma Párizst. Ezt szerintem ő vette innen. Szegény Steve csak így látta a Mona Lisát, hogyha felemelte tudod a kamerát. Ha már bevív fel, akkor én is kicsit visszavezik fel a bakóba. Ami késik, nem múlik. Ugye? Ezeket megnézem. Egy jó kis apaláni reggelivel indul a nap. Látom, tettél valami. Na itt lennék. Erre lennék. A nutellás kenyérhez. Ez jó. Hallod? Hol vannak a többiek, hogy nem bukkantak el? Lennél te itt? Hát ezt tesó, meg lefélig a fülest. Meghív a Papca, gondolj bele. Legkomolyabb reggeliző helyre Párizsba, chillelgetsz. Lennél te itt Laurával leülni egy reggel. Na jó van, akkor gyere, itt van, kértem egy jó kis kapucsinót. Neked is, nekem is. Papcával. Aj, hogy szeretnél. Laura helyébe lennék. A jó kis párizsi croissant. Aj, hogy de amúgy ilyen palacsintát én is tudom. Nagyon szeretek, kis fincsi-mincsi. Na én apukám, én csak kenyérmentesen. Ügyesen. Ez a Steve-féle kis tojáskák, jó kis francia sajtokkal. Cserélhetünk, de én nem ezek ilyen cukrokat. Na hát hajnali 4 óra van, várjuk a transfert. Megszálltunk ebbe a jó kis szállodába, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, mert szerintem kevesen láttatok ilyet, hogy kazettás magnó. A szállodába ennek az volt a specifikációja, hogy mindenféle fajta táskarádiók, magnók, meg legyen a nagy építve is, kérem szépen. Oda nézve, Oszkár, nagyon ügyesen érkeznek. Ha. Hajnali 4 órakor fölébredtek. Steve-nek milyen lehet az angolja? Mi újság? Nem vagyok biztos benne, hogy tud angolul, de valamit biztos tud. Hogy ne tudna Steve? Aj, beúszkás, már volt futni is. Az öregek általában nem tudom. Business English Steve, hogy ne? Én még nem hallottam Steve-et angolul beszélni. Jaj, ő leküldött már Red Bull? Persze, én nem élek már ilyen szerekkel, úgyhogy... Ilyen szerekkel? Naturálban jó. Jó van. Szar a kávé, úgyhogy majd alig várom, hogy hazaérünk. Milyen nagyban van a Geri, a Prime van a kézben. Annyira szar a kávé. Milyenek? Prime van a kezében? Na figyelj, én ide pakoltam le, ott van minden, úgyhogy... Jól érzi magát azért most. Azért itt szerintem sokkal jól éreznék magukat azért. Ja. Mindjárt jövök. Egy kis biznisz, de még egy kis kikapcsolódás is egyben. Ezeket a csodákon. Mert hogy itt közte van egy nagyon-nagyon érdekes, ez a hosszúkás. Nem hiszem, ti halljátok, Cseh? Hát miért nem vette a Geri legalább hangosabbra ezt a vágóprogramba? No, mi gyerek, te nem mit játszol? Tim autóban, na várjál! Meglátogatom a... Mi történt? Itt van a Nomitelek.
Itt van a Fatika, és megy az nagy játszadozás, kérem szépen. Mi a helyzet, papta? Hogy tetszik Fatia, Nomi gyerek új szobája? Jó lett. Jó. Nagyon jó lett? Nomi gyerek, te mit játszol már is itt? Én Fortnite-t Oly, hogy szereti a Fortnite-ot? Elvonás tüneteim voltak napokig. És mi volt ezzel a lakattal tulajdonképpen? Tehát hogy az a lényeg, hogy... Elmondom az egész sztorit, párjál. Lökjed a dumát, fiam, csupa fül vagyok. Tehát a lényeg, hogy a szerelmesek lakatát így sikerült föltenni, hogy miközben rommel vertétek a cipőt valami padhoz, hogy kirakjátok belőle a szetteket, és utána óriási nagy szerelmes pillantásokkal földobtátok a lapatot a korlátra. Viszont én tudom, hogy hol van az a lap. Múlt héten nem úgy volt, vagy két hete, hogy privátba akarják tartani a kapcsolatukat? Nem? Chat? Én arra emlékszem, hogy az előző videóban még arról beszélt, hogy privátba akarja tartani a kapcsolatát. Lakat és jövőre megint megyek Párizsba, úgyhogy elmegyek és megkeresem a lakatot, amit oda föltettetek. Kíváncsi leszek, hogy ott lesz-e, és ha még együtt lesztek, akkor eljöhetnétek velem. Együtt ha? Együtt lesztek még szerinted? Hogyne. Hogyne, hogyne. Na jó van, hagyom a fiatalokat, csak beköszöntem. Normi gyerek, jó játékot. Fatika, jó játékot. Hát a kis Jokika hazajött a Regcsi Megcsitől, és hát az hogy ki van tartva a lába? Ott voltak a kucsus barátai, nagyokat játszottak. És most annyira álmodt szegény, de annyira, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy ez a szegény kis kutyus, hogy annyit dolgozott, hogy el van tömbbe. Fölébredt ez a kis Lili Lalóka szerinted? Túl nagy a mellizma, úgy azért. Hol van a nagy fáj? Lökök a... Te is így az. Miért mosolyogva alszik? Te is így az. Miért már mosolyogva alszik az kicsi? Hát már így tudja becsukni a száját. Délután néztem, akkor még aludt. Mi tetszett neked a legjobban Párizsból? Nem élveztem, hát nekem amúgy az Eiffel-től jött a kilátás, ez egész nagyon tetszett, meg amúgy a kajátunk. Te voltál már Párizsban? Volt egy ilyen étterem, ahol kajáltunk kétszer is, az nagyon jó volt. Meg hát nyilván a Sephora, mint látod, a kicsit jój, a Sephora, oda néz, most nézem a szatyor is értele, kis Sephora. Meg hát Victoria Secret. Ja, hát neki ez a mindene, kérem szépen, és itt rúgdosom a izét. Hallod, az milyen kemény volt, mikor elkaptak a határól, hogy mutatta a határőr nőce. Ja, meg elkezdi nekem mutatni a nő. Mondom, miről beszél? Nem beszélt hozzám. Mondom, mi van? Mert ugye a bőrönömet félretették ott a ellenőrzésen, azt hittem, hogy valami van benne. Ó, elkapták, hallod, azért volt egy fejed azért, egy kicsit hát azért a rezsót azért ki kellett volna. Jó, te meg azt mondtad, hogy van nálad borotva? Nincs. És ilyeneket mutogatott így. És hát én azt hittem, hogy az van. És eszembe jutott, hogy hát ugye a hajlásodó. Mit nézünk? Ah. Én azt, hogy nem értem. De mit mutogatott a nő? Azt mondja, igen. Mondtad nekik, hogy na mi van, angolul nem tudtok, vagy valami eső van. Ez jó sztori. Na és mi a kedvenced? Ez egy közül. Hát de Laura tud angolul. Ő tud beszélni. Tud. Ez. Szerintem ő is jobban is tud, mint ez. Laura az négy nyelven beszél. Nem baj, hogy szereti a megkérdeztük a podcastbe Steve-től, hogy beszél a nyelveken? Ez mennyire jól. Nem néztem meg. Ez a fixáló? Vagy mi? Igen. Jó. Igen, de a podcast jól lesz, mit ő? Ez egy highlighter. Na jó, figyelj kislányom, ez az a terület, ahol teljesen eltudálnak a papírát, ez a terület, ami senkit érdekel. A highlightereket, meg ezeket, mert azt se tudom, hogy lehet a kislányokat érdekel. Amúgy biztos érdekli őket. Minket nem, most csak magunkat mondom. De megnézzük. Még ilyen testápolót is vettem. Jéhaj, hogy fogja testét ápolni? Na és minden a kis cicás-micás barátod, hogy hazakerült. Megörültetek egy mesnek? De érted, Steve legalább meghallgatja! Meg! Hát az apja lenne, te is meghallgatja. Nagy érdeklődéssel meghallgatja, érted? Meg amúgy mit akarok mondani, Normi keresett téged végül beszélni. Én nem találkoztam vele, nem égestem haza és én nem láttam, de miért keresett? Ja, meg kiment. Hát nem, azért kérdezem, mert is valamiről beszélnénk, mert valami olyanokat elkezded nekem mondani, hogy ő politikus akar lenni, és hogy az jó-e vagy nem. Csak mondom, hát, hát nem az gatya csend. Ha Normi a politikus lesz. Hát a fejvadász akart lenni Amerikában. És én nem az, hogy ha, hanem hogy nem hiszem, hogy lehetne az. Te most tényleg most ezt komolyan hát kérdezted? Igen, túl sok videó van róla gyerekkorából, ezt nem tudom.
Hát igen, mert egyébként őszinte leszek, kicsit vacilál, tudod, hogy az üzletember, meg a politikai pálya. De hát mondjuk politikusnak jó lenne egyébként, mert azért dumálókája megvan, csak hát ezeket a tesómok, meg tesóm, meg tököm, meg mit tudom én, ezeket azért el kéne felejteni, bár szerintem még így is. De politikus, én nem tudom, hogy nincs van ilyen politikus képző, de az nem el kell végezni a jogi egyetemet minimum, legalább azért, hogy hiteles legyen. Nem kell hozzá, el is kell hozzá diplomám, úgyhogy ezért legyen. Kajak. Azt hittem már csak ilyen komoly embereket vesznek fel. Nyilván úgy tudsz bekerülni körökbe, meg úgy lesz ismerettséged, de Normannak már amúgy is van ismerettsége, nem feltétlenül kell neki külön diploma hozzá. Nem mindegy, szóval akkor majd megkeresem. Tőled akartam amiket kérdezgetni, mert mondtam hát, neki. Hát figyelj, én nem vagyok politikus, meg engem nem is vonzott sose a politikai pálya, biztos, de neki ez biztos, hogy jól állna. Szerintem már nem hiszem, hogy találkozok vele, szerintem későn fog hazaérni. Hozzá fizetnek? Politikusok sziopaták. Majd holnap megkérdezem tőle. Nem kell, egy kulacsal, vagy szívvel, ha van. Egész palaszkal. Melyek apához, mert természetesen a szobájában nem volt. Anya azt mondta, hogy itt van. Én nem tudom, hogy mit keres Normi szobájában, de mindegy. Nem érted az én kicsilányomnal? Semmi, láttad, mit küldtem? Mikor? Hát most az előbb. Ezt? Aha. Ezt mondod? Ja, ez te vagy! Igen. Mit csinálsz, bro? Hoztam vizeteket. Ha nem nyitkozol. Ez itt legyen tartalék, most új szívverünk van. Nem tudtam, hogy most jön a rész. Mert természetesen a szobájában nem volt. Anya azt mondta, hogy itt van. Én nem tudom, hogy mit keres Normi szobájában, de mindegy. Nem érted az én kicsilányommal? Semmi, láttad, mit küldtem? Mikor? Hát most az előbb. Ezt észre az utóbbi ember. Aha. Neki lámpója lesz, hogy Ferrari-ja lesz, hogy... Ezt mondod? Real! Ez amikor live volt? De mi a kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy most miért kérdezed ezt? Ja nem, hát hogy neked mi a véleményed erre, amit a KDS mondott. Azt mondja, hogy miatt Lamborghini-ja lesz, meg ilyen vágyakozásai vannak? Aha. Hát a kislány milyen véleményem legyen? Hát ezt nem is értem ezt a kérdést, mert mondjuk a KDS sem értem, hogy egyáltalán mi beszél erről. Adott egy 15 és fél éves gyerek. Ilyenkor szerinted mindig ne járjanak. De te mit mondtál? Hát mondom beef. Beef elég? Hallgatom, mit mondtad. Lányokkal fél éves gyerek. Ilyenkor szerinted mind kéne járjon az esze? Hennyire hanem a muffokon, lányokon, jó kocsikon, nem tudom, jó ruhákon és minden máson. Pont erről beszélgetünk. Hát most kérdezi, egyik nap fejvadász lesz Amerikában, következő nap meg üzletember lesz, a legnagyobb üzletember, milliárdos lesz, de lehet, hogy közben politikus lesz, de hol keresnek többet? Ez a természetes dolog, vele járulja. Ja, hát én tudom, csak hogy neki. Érted? Tehát nem is értem a KDS is, hogy ezen miért van meglepődve. Szerinted a KDS nem álmodozott arról, hogy majd egyszerű lesz a két okos egyik tagja, hát és a nagyokos, és ő lesz egy gazdag, meg mit tudom én, híres ember lesz, meg ilyesmi. Miért? Ő beszél erről? Hát az első fizetésével vette egy Jaguar, hazavitte az anyukájához. Igaz, hogy 100 éves, de menő, meg sportos, meg mit tudom én. Igaz, hogy nem tudok közérbe elmenni, mert kétszer meg kell szerelni, de az egy másik történet. Miért lehet kirédzselni, meg kiégni? Csak hogy lát... Azért én nem rédzseltem ki szerintem. Csak normálisan elmondtam, hogy én mostanában azt veszem észre az utóbbi hetekben, annyiszor mondta Norman ezt a Lamborghinit, meg hogy eldurogtat a suli előtt, mintha benne lenne egy olyan érzés, hogy teljesebb lenne az élete, hogyha ez megtörténne, hogy vesz egy Lamborghinit, és akkor majd a tanároknak megmutatja. De ezzel nem lenne. Mondtam, erre pont azt mondtam, hogy megveszem neki a Lamborghinit, ha lenne rá pénzem, de érted, megvenném neki, eldurogtatna a suli előtt, és rájönne, hogy amúgy igazából ezzel nem sokat ér el az életbe, hanem ennél tovább kell nézni a dolgokon. A tőlem lehet, akármi lehet tőlem, érted? Én azt mondtam a Normanost, nem tudom, hogy reagáltad le, de Norman az nem vágyakozik egy Lamborghinire, hanem ő a bosszúra vágyakozik, hogy a tanáraira ráflexelsen a Lamborghinivel. Én úgy vettem le Normannak a hajszéből, és az amúgy tényleg nem jó. Ezt mondom, pont ezt mondom, hogy... Mondja mindig, hogy nekem Lambom lesz, és semmi nem érdekel, mert nekem Lambom lesz, nem, szóval nem lehet neki mondani semmit, mert neki Lambója lesz. Ja, de nem is a Lambó igazából neki a lényeg, hanem hogy azt mutogassa, és a külsőség, hogy a tanárok majd nézik, hogy nagy Lambója lett. Nem feltétlenül Lambó, még azt sem mondható el. Igen, de pont ezt mondom. Hogy akkor például én tehetném, akkor megvenném neki a Lambót, és én csak azt magyaráztam el, hogy akkor... annyival bentebb lennénk, hogy megspórolnánk neki pár évet, meg majd tudjam én 100 millió forintot azzal, hogy megvesz egy Lambót, ezt eldurogtatja, vagy hogy tényleg az ő lelkét az mondjuk teljességgel telíti el, hogy kajak
megszerzi azt a célt, eléri, hogy vesz valamilyen komoly kocsit, és eldurogtat a suli előtt, meg megmutatja mindenkinek, hogy igen, rosszul gondolkoztunk róla, ha az a lelkét teljességgel tölti el, akkor meg ott rossz szerintem az értékrend, érted? Uh-huh. Ott félrement valami. Viszont, hogyha azt mutatja, hogy belülről benne mi van, milyen értelmet nyert, milyen bölcsességet tudott az évek során felmozni, és én nem is mondtam felelősségre, mert nem is mondtam, hogy ezért a normál hibás lenne, hanem azt mondtam, hogy majd remélem, hogy az évek során, mivel még csak 15 éves, szóval tényleg 15 évesen... Amúgy az álmodozás, az valós, érted, az igen, jó, hogy álmodozik. Igen, de 15 évesen még ezt nem biztos fel kéne fognia neki, de hogy 16-17 éves korára már lehet, hogy mondjuk az én behatásomra, hogyha ezeket elmondom neki, akkor rájön, hogy na, kicsit cringe voltam 15 évesen, hogy itt erőltettem itt a lambót, hogy majd ezzel befarolok, meg befarol az AMG, azt akkor jó lesz minden, de amúgy érted, nem ez a lényeg ebben. Szóval a papca itt félreértette, meg ki volt ez vágva TikTokból, aztán ott nézte, de legyenek ambíciói, meg legyenek álmai, csak nem az fogja majd beteljesíteni az életét, amikor meg lesz az a Ferrari, azt eldurogtatja a suli előtt, meg a tanárok előtt, ennyit mondtam. Mit gondolsz erről? És a igazad van szerintem, és csak még ezt ő se fogja felérted a Norman nyilvánvalóan. Én el is mondtam, azt is a nézőknek vagy a chatnek is elmondtam, hogy én ezért őt nem vonom felelős. Ő még csak 15 éves, ő még csak azt hiszi, hogy ez majd neki teljességet ad. Ha meg tényleg ez a teljességet, mondom, el lett rontva valami a értékrenddel, de hogy itt még neki van nagyon sok éve ahhoz, hogy bölcsességet halmozzon fel, meg még csak most kezd 15 évesen kialakulni neki a öntudata, stb. Szerintem én bízom benne, meg szerintem lesz majd, vagy érted, én bízom abban, hogy Normanban van remény, mert nagyon sokan követik, nagyon sok embernek példázat, mert előttük van, szemük előtt, szóval, hogy én bízom Normanban ebből a szempontból, és abban is bízok, hogyha ezeket elmondjuk neki, akkor elgondolkozik ilyenkor. Ja, ez real. Szóval ezt én sosem mondtam, hogy ez rossz neki, legyen Lamborghini, sőt, mondom, megvenném én is neki, csak nem akkor lenne. Mert ez tényleg több hete, minden héten elmondta, nem? De. Ezt már körülbelül 3 hete mondja, hogy nekem Lambom lesz, Ferrari lesz, és akkor majd rúgjál. És a Jaguáros, amit mondott a Steve. Ja, hát a Jaguáros, ezt komolyan se veszem. Hát gyerekek, vettem már egy Jaguárt abból a pénzből, amit nyitottunk, kesztyűt. Nyáron nyitottunk egy kesztyűt, és... Nyitottam. Jó, nyitott a testvérem nekem egy kesztyűt, de az én pénzemből, ugye? És akkor meglett a jogsi, mondom, beruházok egy autóra, hogy tudjak jönni, most is azzal jöttem, mivel nálunk otthon nincsen a háztartásban autó, és nem tudtam volna megtanulni. Nem lett volna tapasztalatot szereznem, mert a apának van egyedül autója, az meg céges, azt meg nem adják oda nekem. Akkor nem vagánykodni vetted meg a... De hallod, ez tényleg egy 20 éves szar, tegnap streameltünk benne, le van szakadva a teteje, most szervizben volt. Hát jó, mert hogyha kimondod, hogy Jaguar, akkor egyből mindenki arra asszociál, hogy fú, az mekkora egy durva autó a Jaguar, mert hogy az valamilyen prémium behatás, meg stb., de ez egy 20 éves autó, és nem, én nem megmondom, 900k volt, 2200 eurót ért az a kesztyű, amit te nyitottál nekem. Szerettem. Jó, látod, kimondom, 2200 eurót ért az a kesztyű, amit kinyitott nekem, szóval konkrétan én eladtam azt a kesztyűt, mert Cségóba nyitottunk egy kesztyűt. És abból vette a kocsit, és ennyi, hogy tudja gyakorolni. Igen. Mert nem volt még. Na, nézzük tovább. Az van, ja, hogy elértem a Fazakaslászi polgárnás terület, úgyhogy holnap elviszem a normit. Megvédtük magunk! Mert hogy elviszem, és ott fölteheti a kis kérdéseket. De rakok majd fel, kocsi bemutatót. Megmutatom nektek szívesen. Lesz esetleg meg anyukámnak tényleg olyan kocsia van, hogy egy ilyen épp, hogy megy, Matiz, apám szereli körülbelül, az egy ilyen 20 éves kocsi az is köböl, és apa már mindig szereli, meg tákolja össze, szóval már össze van
lerohadt már az alja, apa megcsinálta, szépen lecsiszolta, megcsinálta anyának, mindent megcsinál rajta, de hogy érted, az is éppen alig megy, hogyha 100 000 forintot ér ez az autó, és az a tervem, hogy majd én, hogyha tudok venni majd saját új autót, akkor majd ezt a Jaguart, ezt anyának lepasszonok. Majd csinálok, akkor izé kocsit úgy, hogyha kíváncsiak vagytok. Mert meg fogod látni, ez pont egy olyan kérdés, mint hogyha én megkérdezném, hogy még neked ennyi Sephora, ennyi Kence, ez, az, így, úgy. Kislányom, figyelj, egy a lényeg, minél több mindent meg kell tapasztalnod, mert ha minél több mindent megtapasztalsz, annál több dologra lesz rálátásod. És tudod, tenni kell érte és nagyon akarni. Ha teszel érte és nagyon akarod, akkor nem kérdés, hogy sikerülhet-e. Az már csak időkérdése is sikerülni fog. Az élet területén mindenhol így van. Ha te tényleg vágysz egy Lamborghini, az én időmben úgy tanították. Ferrarit akarsz venni? Vagy Lamborghini? Fest fel a falra, minden nap nézd meg, és előbb-utóbb sikerül. És el fogod tudni érni az álmodat, ez is egy ilyen. Hagyni kell a normit, nem kell ezzel foglalkozni. Gyerekek, mindenki vágyakozzon, mert a remény hal meg utoljára. Kislányom, szerintem na, de most menjünk föl lefelé. De ilyen amúgy végszónak, igen, én nem akarom kiölni az álmot Normanból. Egyszerűen én azt vettem észre az utóbbi hetekben, hogy ez az ambíció, ami benne van ezzel az autóval kapcsolatban, az a rossz oldalról, rossz felől jön ez az akarat. Én azt éreztem, vagyis én ezt úgy éreztem, amikor én reagáltam ezekre a videókra, hogy Normannak, hogyha mondjuk egy ilyen felfestett kép lenne, akkor nem egy Lamborghini lenne felfestve erre a képre, hanem a tanárai arca, hogy irigykeznek, vagy irigykednek a Lamborghini-re. Mert azért akar ő Lamborghini-t venni, hogy majd megmutassa a többieknek meg, hogy irigykedjenek, és szerintem ez egy rossz cél. Ne emiatt vegyen, hanem hogyha mondjuk nagyon tetszik neki ez az autó, vagy nagyon izé, akkor oké. Csak ne ez legyen vele a célja, hogy most azzal izé durrogtasson ott a suli előtt. Én csak ott nekem csak a céllal volt a bajom. Igen, de te is ezt érezted rajta. Ja. Jó fúj, ezt érted. Hát kérdéseket összeírtad már? Mondjad, tesó, az össze van rakva. Steve-nek az egyen az össze van rakva. Ez most tudod, mire hasonlít? Mint amikor a Balázs Kicksbe sétáltunk be, két okos. Figyeld, jövünk egymás mellett. Hát kérdéseket összeírtad már? Össze, apa. És fel is fogod tudni, hogy ezzel nem szórakoztál vele. De végeredményben most mi az, amire legjobban kíváncsi vagy? Hát igazából kezdjük ott, hogy nem tudom, hogy most üzletember legyek, vagy politikus. Szóval, hogy kezdjük itt a problémák. De szeretnék mi a kérdés, hogy mi a különbség, vagy ilyesmi? Hát mi a különbség? Én azt nem tudom, hogy mi az, hogy leszel üzletember, az nem egy foglalkozás. Nem? Nem. Az nem az. Ez hogy leszel üzletemben, az nem tudom. Steve-et kell megkérdezni. Szóval igazából a Norman jó kezekben van ebből a szempontból, ha üzletember akar lenni, akkor jó kezekben van, mert Steve ért hozzá politikához, nem politikus. De nincs olyan üzletember, hanem mondjuk olyan, hogy valami vállalkozást akarsz csinálni, és akkor leszel üzletember, hogyha azt csinálod. Igen, nagyon röviden összefogom foglalni, te ugyebár szeretné jó kocsikkal járni, meg ilyesmi. A politikus vagy, ez a dolog kizárva. Mert hát egy politikus nem jár Ferrarival, nem jár Lamborghinival, ha azzal járna, nehogy Isten, akkor ugye a nép elkezdeni mondani, most csak tolvaj, elloptad, stb. Nyilván az se jó, hogyha a polgármesternek, mondjuk a gyereke, vagy nehogy Isten a miniszterelnöknek a veje, vagy éppen a lánya, vagy éppen az apukája, vagy éppen a gyerekkori haverja borzasztóan meggazdagszik, sőt, gazdagabb lesz, mint Európa leggazdagabb emberei. Tehát ez egy kicsit érdekes. Papa, most elmondja itt az egész helyzetet, hogy mi történik ma Magyarországon. Történet, ez a mai világban már így működik. Az üzletember, hogyha van egy jó céged, amit felépítesz, na, látod, akkor nyilvánvaló, te járhatsz Ferrarival, járhatsz bármivel. Bár, hogyha üzletember leszel, akkor pontosan tudni fogod, hogy annak a Ferrari vagy a Lamborghini árából mennyi minden befektetést tudsz csinálni, és akkor meg már azért nem fogsz majd Lamborghinivel járni. Hiszen készkodobás, nem tudsz átmenni. Hát Steve is megmondja neki. Ugyanazt mondja, mint te nagyjából. De csak igen, más megközelítésből. Más megközelítésből, de azt akarom ehhez hozzáfűzni, hogy most azért, hogyha céged van, hogyha már egy ilyen nagyon-nagyon komoly céged van, aminek már több száz dolgozóval, akkor lehet, hogy érted, te tudsz Lamborghinivel járni, meg ilyenek, de hogyha van ilyen 10 alkalmazottad, egy csapatotok van, most gondolj bele, ha alkalmazol valakit, azt a főnök Lamborghinivel jár, te meg kapod a minimálbért, akkor nem éppen szeretnél szerintem ott dolgozni. Szóval hát, szerintem az se jó, érted? A nagy üzletemberek nem vágyakoznak már. Az alázat, meg a szerénység, az életben, élet minden területén az egy alappillér, szerintem. Ja. Érted? Fekvőrendőrön állandóan azon kell rettegni, hogy rányítják az ajtót, megkarcolod, stb. Na de gyere, tedd fel a polgármester. Most a Steve nagyon odaállt a Magyar Péter mellé az Instán, de én full publikba. Igen? Kommentelgette minden. Szereti?
Nem tudom, te sőt, nem tudom, fura. ...nak egyébként a kérdéseidet, meg kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz a véleményed. Azt kell tudnod egyébként a Polgiról, hogy 98 óta polgármester, 25 éve, ha jól számolom, egészen elképesztő, hogy mennyi mindent tett a városért, nagyon ügyes egyébként, és hát azért 25 évig polgármesternek... Ez ilyen sárga, a monitorom sárga vagy a... ...lenni azért az valami. Az, az a legmindegy. De, hogy az, én azt kedvelem az benne, hogy nagyon közvetlen, nagyon-nagyon jó fej, és hát az a helyzet van, hogy látod, fölhívom, pár napra rá, István, gyertek, hát ha tudok valamiben segíteni. Na, ez egy jó polgármester, úgyhogy gyere, ismerd meg alatt. Jó. Nem indultunk, apa. Na. Kérdés a következő. Jók lesznek-e a kérdések, amiket írtam? Hát azt nem tudom, fiam. Igazság szerint egyet olvas föl, hogy milyen. Tőle lesz hiteles egy politikus, Zsuhától, Dumától, vagy elég, hogy neki mély hangja van? Dumától? Hát ez egy elég érdekes kérdés, tehát Dumától én inkább azt gondolom, kíváncsi meg, ha lesz, ha ilyeneket berakjak egy neki, akkor válaszol most, ez érdekes lesz, ez érdekes lesz. Mi a másik kérdés? Hogy lehet valaki politikus, milyen iskolát kell ahhoz kiállni? Na látod, ezért vagyunk itt. Na, ezt én úgy tudom egyébként, hogy a Fazekas László polgármester úrnak, ha jól tudom, tanári diplomája van végzettségileg, de figyelj, tudod mit? Ne is nekem tedd fel a kérdéseket, hanem tedd fel neki. Jó. Még egy nagyon fontos dolog, fiam. Arra szeretnélek megkérni, hogy itt most egy köztiszteletben álló polgárhoz jövünk, magához a polgármesterhez. Itt azért az ilyen szlengeket, hogy tesó, meg haver, meg mit tudom én, meg csókos, meg nem tudom, ezeket azért lehet, hogy ne használjuk. Jó, tehát itt magázódni kéne. Jó, tehát itt a magázódás, ugye a hivatalos nyelvezet. Ha ne adj Isten a polgármester úr, azt kívánja tőle, hogy tegeződjetek, akkor kezet fogtok, egymás szemébe néztek. Vicces lenne, valljuk be. Valljuk be, én szakadnék, hogyha betöltöm, hogy nekem én cringe-elnék. És akkor azt mondod, hogy szia. Szia, és onnantól kezdve mehet a tegeződés. Mm, jó, ezek nagyon fontos dolgok. Legyél határozott, jó, és amiért jöttünk, azt kérdezd meg. Tényleg, hogy tudjál dönteni. Az a lényeg, hogy gyere rá, hogy milyen érzés lehet politikusnak lenni, milyen az ő életük, egy kicsit belelássál. De most a Norman tényleg politikus akar lenni, vagy miért lenni? Jó, ügyes leszel? Érted, nem ezt látjuk. Ez a beszéd, fiam. Lehet, hogy rosszul, a politikus jó, hát. Szakmáról neki, érted, rossz a fogalma. Én sem, hát, én sem nagyon látok bele, de én a politikust, érted, egy olyan embernek vélem, aki a népért dolgozik, és feláldozza magát, meg a munkáját, meg az idejét, hogy a ügyeket elintézze, hogy jobb legyen a társadalomnak valamivel. De akkor most ő tényleg az akar lenni? De érted, hogy ő a politikusi szakma az egy áldozat, nem? Hát annak kéne, hogy legyen az a jó politikus, aki így csinál szerintem. Hát de olyan legyen politikus csak, aki így is akar csinálni. Hát... De sajnos nem ilyen a világ. Na, a videót. Nem ilyen a világ. Na várjunk, mert még van pár perc, és mindig pontosan kell érkezzünk. Na mi van, felkészültél? Felkészültem, hogy ne készültem volna fel, apa. KD for president. Gyere, akkor bemutatom neked. Én biztos nem leszek politikus. Albert írsa első emberét. Már kíváncsi leszek, merre menjek? Arra jobbra. Jobbra, ezt gyere. Mondom, ez túl nagy áldozat. Én családot akarok. Megjut jobbra. Elvileg itt van a titkárság. Kopog be, és menjél be. Meg nyugalmat. Időre jöttünk, menjél, fiam. A Fazekas Laci. Kezdjét csókolom, polgármester úrhoz jöttünk. A Steve amúgy komolyabban van, mint a polgármester. Hallod, de nem azért mondom Steve-nek, hallod? Steve-nek a megjelenése, akármilyen hivatalban bemegyét, már fogadják, mert hogy csak ne, hogy ránéznek, rá kell nézni. Valami szeretnék kérni. Az évek. Mentesebb. Köszönöm szépen. Jó napot! Jó napot! Nagy kiszerettel! Hadd mutassam be a fiamat! Jó napot kívánok! Simon Norman. Fazekas László. Szervusz, polgármester. Az a helyzet, hogy lenne a fiamnak pár kérdése. Igen. Ugyebár, amit említettem neked, szeretné tudni azt, hogy milyen egy politikus élete, milyen egy polgármester ismere. Így van. Ez a úgy jó. Kicsi voltál, ez jó szegmens. Ez jó része. A polgármester a főnök mindig? És hát most itt vagy a polgármesternél, és az a helyzet, hogy ő a főnök. Ő, Albert is a első ember, a polgármester. Ráadásul 25 éve. Úgyhogy csücsen le, akkor tedd fel a kérdést, légy szíves, hogyha érkeztél jó kérdésekkel, fiam. Kíváncsi vagyok, hogy milyen választ kapsz. De elsőnek egy olyan kérdést írtam fel, hogy milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy valaki politikus lehessen. Ez lenne a kérdésem. Jó. Norman. Tegeződhetünk? Jó, én most felajánlom, hogy egyszerűbb legyen, mert itt talán a kommunikáció az
pörgősebb. Igen, tehát a fiatalabb megköszöni, kezet fog. És szervusz. Steve Assistant. Hát jó hírem van. Igen? Nincs iskolai végzettséghez kötve politikus lét, illetve egész konkrétan a polgármesterség sem. Na mondtam. Vagy a helyi képviselőjelöltség sem. Tehát nincs ilyen kötelem, hogy X vagy Z. Szólnak polgármestere, tesítanád? Egyáltalán nincs. Tényleg. Szalai Feri? Aha. Mondjuk én... Szóval úgy bárkiből lehet, csak úgy jól érteni kell hozzá az ilyen. Alapítatok egy pártot? Ilyen létezik esetleg? Hát hogy ne, ugye az érettségével kb. Együtt jár egy bizonyos életkor, ugye 18 évet be kell tölteni, onnantól az ember választó és választható. Szlovákiában egy cipész volt a miniszterelnök. Az igen. Nem pusztán egyedül. Balázs Kicks! Elmehetsz az urnához és valami kapukat próbálhatsz, tehát választhatsz, hanem egyúttal választható is vagy. Nyilván egy kicsit bonyolultabb ez az ér. Arra az egyszerű kérdés, hogy milyen iskolai végzettséggel kell rendelkezzen egy polgármester, arra az a válasz, hogy nincs semmiféle megkötöttség. Az a baj, ez nem jó normának. Valaki 20 évesen. Tehát most gondolj bele, ez nem jó. Tehát, hogy ott lenne egy ilyen miniszterelnök, vagy valamilyen nagy pozícióban Norman, és kimondanád, hogy Silló Norman, utána néznél, és ezeket a videókat dobnál fel. Komolyan vennéd? 15 évesen? Nem tudom. Te már úgy, tényleg, te erre nagyon rá vagy feszülve erre a... Nem, én ezt már mielőtt idejöttél, én ezt kifejtettem szépen. De nyilván azért nem lehet elítélni, mert ezekért meg ezzel nem lehet lejáratni teljesen, mert gyerek volt, és mindenki volt így gyerek. Viszont Magyarországnak a szavazóköre az, hát nem tudom, 50%-ánál szerintem kevesebb az értelmiség, vagy több a... Nem, 50%-nál kevesebb az értelmiség, és ez nem feltétlenül így gondolkozik, mint mondjuk te. És azért lehetne komoly lejárató kampányokat csinálni még így is, és nem tudnád most, nem fogja fel egy csomó ember, hogy ez még egy gyerekkor, meg már nem ilyen az ember, érted? Aha. De amúgy nem tudom, mert nyilván, ha még gyerek vagy, mindenki volt gyerek, mindenki csinál ilyeneket, csak róla most ez meg is van örökítve, nem kéne, hogy ez ilyen para legyen, de hát ennél kisebb dolgokba is bele tudnak állni. Most érted? Norman 2 évvel ezelőtt még felzselézett hajjal, meg izé 200 foggal, érted? Ott arra én nem tudnék mit mondani, érted? A kisgyerek. Ja, ez igaz. Most is 15 éves, szóval, hogy... Ez igaz. Csak... Én is 15 évesen, visszagondolva, kb. Amúgy hasonlítunk. Hát igen, csak rólad ez nincs megörökítve az interneten. De én felraktam videókat, de értem, hogy mit mondasz. Jó. Nagy zömének Magyarországnak, akik nem feltétlen fogják fel, így meg gondolnak bele, nagyon gyorsan lehetne szegényt hitelteleníteni szerintem emiatt. Igazad van. De szerintem nyilván nem, hogyha politikus is akar lenni, akkor ilyen háttérember. Nem. Ő lenne a... Csak én most így belegondoltam, hogy tegyük fel egy nagy plakátba, ilyen öltönybe ott állna a Norman, és akkor szavaz rám, és akkor ilyen párt minden, és így ezek eszembe jutnának, csak hogy milyen képek lennének a fejemben Normanról, akkor én csak ezt a képet vizsgáltam, és ezért... Nekem nagy reménységem van Normanban, még csak 15 éves. Nekem is. Mire 18 azt lesz, addigra, igen, meg Ástak is, azért picit, azért mi is érzünk felelősséget, hogy elmondjuk neki a véleményünket, aztán kezdenek vele papcával azt, amit akarnak. De értitek, mire 18 éves lesz a Norman, az mennyi 3 év múlva lesz, addigra lesz 500 000 feliratkozójuk, nagyon-nagyon sok ember fogja követni őt, szóval fontos, hogy szerintem megkapja. Nem sok az a 500 000 feliratkozó azért. Mit? Nem sok az a 500 000 feliratkozó nem. Ahhoz, hogy megválasszanak, az nem elég. Ja, de nem, én most nem politikusnak mondom, hanem a blog mint ismert ember. Ja, hát úgy igen. Én nem arra mondom. Úgy jó. Mitől lesz hiteles egy politikus? Na fog most már a kérdés. Hogy csak milyen hangja. Hát nyilván vannak olyan fizikai adottságok, ami ellent jelent. Erre is mondok egy sztorit, hogy rendszerváltozáskor beszélgettünk valakivel, ugye akkor mindenki politizált 1990 környéken, de arról még nem sokat tudhatsz. És az egyik olyan politikusról, aki nagyon fiatal volt, ugye most nagy politikáról beszélünk, országos politikáról. Mondta egy ismerősöm, hogy te nagyon-nagyon okos, de soha nem lesz belőle miniszterelnök. Mondom, honnan tudod? Hát elég csúnyácska szegény ez mindig. Na most ez sem mérvadó természetesen. Na most itt csúnyácska szegény ilyen szóval. Orbán Viktorom. De ez fontos, hogy a kinézet is fontos ilyenkor. Fontos, mert a szavazó... megítélnek az emberek. Ja. Úgy létenek, meg úgy néznek. De ez amúgy... De amúgy igazad van, nem tudom, hogy érted, hogy a jövőben hogy lesz, érted mondjuk 10-20 év múlva, de nem tudom, hogy ilyen influencerekből lehet-e
politikus, de egyik felem el tudja képzelni, a másik felem nem. De ezt jobban át kell gondolni. Nem tudom, de elég amúgy rossz, hogy ez így ilyen dolgokra is kell figyelni, de tényleg. De várjál! A legfontosabb, megkérdezik, hogy mennyit keresel, tehát Normannak azért az fontos. Nekem is mondjuk fontos lenne, ez egy fontos kérdés, csak nem tudom, hogy van-e úgymond, érted, kurázsi bekérdezni egy ilyet. Mondjuk szerintem nem mondaná el politikusként, hogy mennyit keresett. Nem keres sokat egy ilyen izé. Jó, tehát tiszteletet kap, hogy jól végzi a dolgát. Az önkormányzatról, az önkormányzat életében. Meg az öreg asszonyok körébe egy atomisz. Legenda. Egy... Úgyhogy elkészült az új banner is, azt most még nem láthatják a kedves nézők, de nagyságrendileg úgy néz ki Laura and Norman plusz S, hogy Steve. Ugye, az miért tevett a végére? Ezt nem értem. Ez, nem is a lényeg, beszél? Hanem lejutottunk az elköszönéshez. Csináltak egy új bannert. Békés húsvétot kívánok. Legyen csodás hétvégétek, pihenjetek egy nagyot, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hát három ne felejtsétek el benyomni a csinálat, mert mindjárt meg a 400-zel feliratkozó, ha mindenkinek csodás napot, Steve volt. Hát de nem többen nézik a videóit, mint nekünk. Hát ő csinálja jól, nem mi bazzeg. Hát igen. Kulvára kinevetjük, de úgy példát vehetnék tőle. Nem több pénze van, mint nekünk. Hát igen. Hát akkor bazd meg. Hát akkor mit csináljuk szarul, kurvára nem. Na, hát azt a bandert nézd meg! Úgy mondta, hogy elkészült az új banner, de még nem láthatjuk, mint hogyha ez mestermű lett volna, bazd meg, az Geri belebaszta a Photoshopba 2 perc alatt.